Sziasztok! Hát lett egy víztisztító kancsom. Igazából azt se tudom, hogy hogy lett, mert én ilyet nem rendeltem. Szóval jött a futár, hozta a csomagot, kifizettem, persze nem ingyen volt, és hát átvettem, mert ugye több mindent szoktam rendelni, aztán azt hittem, hogy egyik csomagom. Na mindegy, és akkor hát bontom ki, és akkor meglepődve látom, hogy ez egy víztisztító kancsó. Mindegy, szerintem más rendelte, és akkor az én címemet adták meg valahogy, vagy fogalmam nincs, hogy került ez hozzám, mert egyébként a rendeléseknél sehol nincs ez a kancsó, hogy én rendeltem volna ilyet. Az tény, hogy régen nézegettem, de nem emlékszem, hogy megrendeltem volna. Sőt, biztos, hogy nem, mert akkor ott is lenne a rendelések közt. És akkor hát mivel nem volt olyan drága, így átvettem a csomagot, aztán tényleg így meglepődtem, hogy ez egy víztisztító kancsó. Félig már beüzemeltem. Hát azért csinálom ezt a videót, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyivel lesz tisztább a víz, mert nálunk elég rozsdás a víz, hiába van bevezetve szűrő, átszűri, de az se az igazi, szóval attól még rozsdás, meg a rendszer is, abban is van rozsda. És akkor ezt szeretném most majd kipróbálni, hogy mennyivel tisztább a tisztított víz, meg a rendes csapvíz. Nagyon egyszerű a használata. Kaptam hozzá kettő szűrőt, az egyik már benne van. Ugye van a teteje. Itt folyik ki a víz, akkor ezt lehúzom, itt lehet betölteni. És itt van egy ilyen 30 napos, hát ilyen emlékeztető, ezt lehet húzgálni, hogy mikor cserél szűrőt, mondjuk nem igazán értem, mert szóval ez nem változik, úgyhogy honnan tudom, hogy szóval így se tudom, hogy mikor kell cserélni, mert most oké, belerakom az új szűrőt, ráállítom 30 nap, első hónap csere. De hát ahhoz nekem számolgatni kell a napokat ugyanúgy, szóval hiába emlékeztető ez. Az volna jó, hogyha mozogna magától, amikor a szűrő használódik el, akkor mozogna magától, menne oda a napokra, és akkor a végén lejárna. Így igazából semmi értelme, na mindegy, vagy nem tudom, hogy még hogy működik. És akkor van a tölcsér, ami kivehető szintén, meg benne van a szűrő, ami szintén ugye kivehető. És akkor szűrőt bele kell rakni vízbe úgy, hogy ellepje teljesen, 12 percig kell benne áztatni, aztán csapvízzel lemosni, majd belerakni mindent, és akkor kétszer leszűretni vele a vizet. És ha ez megvan, akkor utána lehet inni. Az első kettőt azt nem szabad meginni. Egyet már leszűrtem, mindjárt belerakom a másodikat, és akkor megmutatom, hogy is szűri. Aztán meg már lehet inni, úgyhogy 2,6 literes. Úgyhogy ilyen. Hát jól néz ki. Nem számítottam erre, hogy ilyen nem lesz, de mindegy, átvettem. És akkor erre kell figyelni, hogy ott van ugye ott nincsen perem, ott folyik a víz kifelé majd. Na, úgyhogy belerakom a
a vizet, és akkor megmutatom. Na, közben már benne is van a víz, és már szűri is lefelé. Hát ilyen. Úgyhogy végzi a dolgát. Ezt nem igazán értem, de hát ha valaki majd tud segíteni benne, mert ezen nem tudok eligazodni. Oké, hogy ez a hónap, vagyis a nap, 30 nap, és akkor a hónapok, de hát hogy ez hogy változik, nem tudom. Na, majd szerintem visszatérek, hogyha leszűrte. Aztán az már iható lesz elméletileg. Úgyhogy készítek kettő poharat, és akkor megnézzük, hogy melyik a tisztább. Hát leszűrte a vizet, vagyis hát egy kicsi még maradt benne, amit le kell szűrnie. Az a baj, hogy nem raktak ide max jelzést, és nem tudom, hogy meddig kell rakni. Szóval esetleg öntök ki belőle, és akkor még azt a maradékot leszűri. Csak így lehet, rakhattak volna ide egy jelzést, és akkor egyszerűbb lenne, mert nem tölteném túl. De kb. Így idáig kell. Valahogy. Közben rájöttem, hogy fordítva raktam bele a tölcsért, azért volt ferde, és most már így egyenes. Szóval igen. Ja, és elolvastam közben, hogy a szűrőcsere jelző az manuális, tehát úgy kell állítani kézzel. Hogyha például 30 napból letelt 10 nap, vagy hogy is van, 30 napból letelt 5 nap, akkor ráállítom a 25-re, és így tovább, ami egy hülyeség, mert itt tényleg számolni kell mindig. Na, de hát ez ilyen. Itt is látszik, hogy még van benne víz, meg itt meg már nagyon felment a szűrőig, szóval valahol itt kellene lennie, úgyhogy sok vizet raktam bele. Na, még egy szűrést lenyomatok, és az már iható lesz. Utána jön a teszt. Már szűri is az ihatót. Nem tudom, most már meddig lesz tele. Érdekes, hogy amikor öntöm ki, akkor olyan fura, sziszegős hangja van. Nem láttam még ilyet egyébként. De szerintem jó dolog ez a tisztító kancsó, nekem legalábbis kezd tetszeni. Hát én nem tudom, elég sok cucc mozog abba a vízbe, így szűrve. Nem tudom, mennyire látszik. Vagy az lehet, hogy oxigén, de fura. Na, de biztos jobb, mint a rozsdás csapvíz.
Na most kb. Jó lesz a szint. Ott valahogy így idáig töltöttem. Közben itt vannak már a poharak. Az elsőbe fogom önteni a tisztított vizet, a másodikba a csapvizet. Ha mindjárt lecsepeg. Hát még rakhattam volna bele bőven, mert még fér. Na hát le is jött, úgyhogy akkor nézzük. Akkor ebbe megy a ez. Oké. És akkor ebbe meg csapvizet, de meg is mutatom, hogy nem csalok. És akkor hát idehozom fehérre mindkettőt. Hát nem tudom a kamerán, hogy látszik, de én úgy látom, mintha ez nem lenne olyan sárgás. Szóval tisztább. Szerintem legalábbis, de hát most kamerán kívül én úgy látom, de nem biztos. És nézzük így. Igen, ez szerintem tisztább, fehérebb egy. Vagyis tisztább, átlátszóbb picit, mint a másik. Ahogy nézem. Meg nincsen, ebben nincsenek azok a az akármik. De mindjárt lekapcsolom a vakut. És hát, ha így. Hát nem tudom, mindjárt kapcsolok egy villanyt. Szerintem ez tisztább. Átlátszóbb. Fényesebb. Pohár az egyforma, mert megtisztítottam. Úgyhogy igen. Na de mindjárt meg is kóstolom, igaz, hogy azt nem tudom megmutatni. Azt csak én fogom érezni. De szerintem jobb.
Mindjárt meg is nézem. Hát jó íze van. Óha, ez igen. Ebben érzem azt a rozsda ízt. Nem látszik, de igazából érzem a rozsda ízt, vagyis a vas ízt. Ebbe viszont nem. Úgyhogy valószínűleg, hogy használni fogom ezt a kancsót. Na még ez is egy érdekesség, hogy a tisztított víznek a pohara szinte nem is maradt rajta víz csepp, a másikon meg tele van víz cseppel. De most csinálni fogok egy olyan tesztet, hogy kamillateával csinálom meg. Szóval újra tisztított víz és a csapvíz. Utána ugye felmelegítem és belerakok mindkettőbe kamillateát, és úgy fogjuk megnézni, hogy milyen tiszta lesz. Úgyhogy mindjárt eltisztítom a poharakat, aztán bele rakom a vizet. Akkor újra tisztított víz. És jön a csapvíz. Aztán bedobom őket a mikróba. Arról lehet megkülönböztetni, hogy egy kicsit ott a pohárnak le van törve a széle, az a tisztított. Másik pedig a csapvíz, de már így is lehet látni, hogy az tisztább. Na, úgyhogy megmelegítem őket, és akkor rakom bele a teát. Fel van melegítve a kettő pohár víz, és ezt nézzétek meg, hogy mennyivel sárgább lett a csapvíz. És ez tele van ilyen buborékkal, ebben meg nem igazán van semmi ilyesmi. Itt is lehet látni, hogy ez mennyivel tisztább, az pedig sárga az egész. Na most lehet igazán látni, hogy milyen a felmelegített víznél. Hihetetlen. És nem a minta miatt, mert az ott is látszik ugyanúgy. Hanem ez a víz. A víz ilyen. Na, úgyhogy mindjárt belerakom a teát, aztán kiderül. Hát beletettem, de ezzel várni kell. Nem is tudom mennyit. Úgyhogy 5-10 perc, úgyhogy addig kikapcsolom a videót. Ja, és ezt az egészet ezt nem azért csinálom, mert ez reklám, mert én ezért nem kapok semmit, se követőm, nincs sok, se lájkom, semmi. Csak én szeretek segíteni az embereknek a videóimmal, hogyha valami jó dolog,
akkor azt én szeretem megosztani, hogy másnak is tudjak ezzel segíteni, másnak is jó legyen, én ilyen vagyok. Igaz, hogy nem szokták meghálálni semmivel, de ez van. Úgyhogy szóval ez nem reklám, hanem ez egy nagy segítség. Hogyha valami jó dolog, jó termék, akkor azt én megosztom. Úgy, ahogy a szerelős videóimat is meg szoktam osztani, az is egy nagy segítség, meg szinte bármit. Na, és itt lehet látni, hogy ez mennyivel sárgább, csúnyább, ez meg mennyivel szebb. Kanalat nem rakok most bele, mert ez olyan filter, hogy ugye lehet mozgatni. A víz az ugye egyforran meleg. Hát ez hihetetlen, ez a tisztaság. És eddig én ezt ittam 34 éven keresztül. Ez nem semmi. És hát így is lehet látni. Kikapcsolom a vakut. Hát igen. Tisztább, az meg olyan zavaros, koszos. És így is. Na, úgyhogy várok még vele. Aztán majd mutatom. Nos, hát úgy gondolom, hogy én nem várok vele tovább. Amúgy is kiázott már elég jól a filter, és látható is a különbség, hogy a tisztított víz az sokkal szebb. Azt hiszem, hogy nekem ez bizonyított, hogy jobb lett. Úgyhogy nem húzom tovább a videót, így is hosszú lett. Remélem tetszett, és tudtam segíteni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!